3.200.000 forintból a Bonikom Kft. Építette meg a parkolókat. A szalagot Filóné Ferenc Ibolya polgármester, Kovács Ferenc a körzet önkormányzati képviselője, és Farkas Attila a Bonikom Kft. Ügyvezetője vágták át. A helyiek azt mondják, nagy segítség nekik az új beállók kialakítása. Itten áldatlan állapotok voltak, ahogy ideálltak az autók, és hát ez biztos, hogy ez sokat segít. Az autósoknak, főleg. Szerintem sokkal kellemesebb végül is így, mert nem a füvet vagy a fű lesz végül is összetaposva, meg sokkal jobb végül is így ezekkel a parkolók megoldással, mert ugye hát eleve az autóknak sokkal könnyebb lesz végül is parkolni. Meg reméljük, hogy ki is fogják használni, és nem keresztbe, biztos. Meg mindenfele, mert volt már olyan, hogy itt nem lehetett elférni, mert két autó keresztbe állt, és három parkolóhelyet elfoglalt. Ezzel még nem oldódott meg teljes körűen a fáj lakótelepen a parkolás, jól tudják ezt az önkormányzatnál is, még mindig sokaknak kell a füves zöld területeken hagyni autójukat. Az utóbbi 20 évben azért megemelkedett az autók létszám itt a fáin, tehát gyerekkoromban itt messze elég volt ez a parkoló, de az utóbbi 20 évben nyilván egyre több embernek van autója, és elég sokan már kényszerültnek arra, hogy a zöld területeken parkoljanak. Nyilvánvalóan ezért valamit áldozni kell arra, hogy parkolókat építsünk, és hát itt nem is a pénzről van szó, hanem sokszor érdekellentétek vannak. A zöld terület ugye kevesebb lesz, hogy a parkolót építünk, tehát ez nem mindenkinek okoz örömet. Konszenzusra jutottunk abba, hogy itt például kialakuljon 8 parkoló. Több helyen kell a fáin parkolóbővítést elvégeznünk. Tavaly év során, vagy már tavaly előtt a Fáj 26-os előtt is sikerült parkolót építenünk, de a Kolt a 31-33 mögötti parkolókat is kialakítottuk. Hát és még jó pár parkolót kell majd csinálni, de mindig arra figyelve, hogy a zöld területek száma azért annyira ne csökkenjen le. Az önkormányzatnak az is lényeges szempont volt, hogy a város cége végezhette el az építést. Nagyon fontos számunkra, hogyha ilyen kivételezést csinálunk, hogy a Bonikom tudjon vállalni ilyeneket, mert mégiscsak az önkormányzat saját cégéről van szó. Hát az igazság, az utóbbi 5 év költségvetéseit megnézzük, akkor hihetetlen fejlesztések valósultak meg Bonyhádon. 19 pályázat során 6 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt tudtunk idehozni. Az idei februári elfogadott költségvetés számait tekintve 5 milliárd forintból majdnem a 60% a fejlesztésre megy. Tehát Bonyhádon nem csak a fájt kell nézni komplexen, munkahely megtartó fejlesztések, csapadékvízelvezetés, óvodafelújítások, tehát rengeteg felújítási terület van, és ezek között kell helyet szorítani. Idén 35 millió forint van félretéve árok, parkoló és járdafelújításokra, tehát itt kell találni egy ilyen helyet, hogy ezekre is jusson pénz. A szabályok szerint a lakótelep mostani állapotában ennél több parkolót nem lehet kialakítani. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondása szerint az önkormányzat nyitott arra, hogy tovább bővítsék a megállóhelyek számát, ehhez viszont már a lakóközösségek kompromisszumkészségére is szükség van. A házak körüli utat vagy ki kell szélesíteni 5 méteresre, amihez viszonylag kevés hely van, vagy egyirányúsítani kell a szakaszt. Így viszont sokaknak a korábbinál nagyobb kerülőt kéne tenniük, hogy a házuk elé juthassanak autóikkal. Először ezeket a kérdéseket kell megnyugtatóan rendezni a lakókkal közösen, ezután lehet újabb parkolókat kialakítani.